Bemutatták a Volt egy seregünk című művet a Hevesi Sándor Művelődési Központban hétfő délután. Az Alajgerszegi Társulat által előadott oratórikus színdarab a Dóni áttörés során elesett katonák emléke előtt tiszteleg. A darabot a történelmi esemény 80. évfordulójára készítették. 2021 nyarán mutatták be a színdarabot Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színházban. A művet Moravec Levente írta és rendezte, zenéjét Bozó László szerezte. Műfaját tekintve egy vallásos elemeket is hordozó mű, amit nem túl gyakran alkalmaznak történelmi témák feldolgozására. 1943. január 12-én a Donkanyarban a II. Magyar Hadsereg megsemmisülésének állítanak emléket ezzel a színdarabbal, amely Nemeskürti István Requiem egy hadseregért könyve alapján íródott. Különleges feldolgozás ez, tehát nem is oratórium, nem is színházi előadás, de mégis színházi előadás. Négy felolvasó van benne, akik ilyen narrátor szerepet alakítanak, négy énekes van, akik közül az egyik én vagyok, és a társulat többi tagja pedig eljátsza egy szerelmi szálon keresztül Budapesten, és ott 1500 kilométerre a hazánktól ezt a történetet. Az Alajgerszegi Társulatból Bol Gábor, Demei Zsuzsa és Magyar Cecília énekel, vendégénekesként pedig Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész szerepel. A mű alapjául szolgáló könyvet 1979-ben írták. A szocializmus idejében a Doni áttörésről sokáig nyilvánosan beszélni sem lehetett, holott a magyar történelem egyik legnagyobb katasztrófájáról van szó. A darab sajátossága, hogy egy Budapesten élő fiatal hölgy és egy csatában menetelő katona románca is a cselekmény részét képezi. Az író egy elképzelt, aztán később kiderül, hogy nem is olyan elképzelt, hanem tényekkel alátámasztott történetet kerekít. Egy hadapród őrmester, aki bevonult, méghozzá később kiderült Zala megyéből a Donkanyarba, és ő lett aztán az utolsó élő magyar hadifogoly, akit hazahoztak 1976-ban. Az ő levelezése alapján a feleségével bontakozik ki a történet, ahol vannak színházi elemek, tehát jelenetek, amit eljátszanak. A közönség az előadás végén vastapssal köszönte meg a produkciót. A színdarabról részleteket mai Kanizsa Kult magazinunkban láthatnak az érdeklődők.